Köszöntöm nézőinket, Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és már hozom is képekben mai adásunk tartalmát röviden. Ökumenikus áldással kezdődött meg az adventi időszak Tamásiban. Kézműves termékek sokasága a Tamási Waldorf iskola udvarán. Ünnepi díszbe öltözött Varsát közösségi tere. Fürgedem sem telik majd el az ünnep figyelmesség nélkül. Valériusz Felicianus viasszal bevont csontvázát őrzi a templom kicsiban. Vasárnappal kezdetét vette az az időszak, amit sokan nagyon szeretnek. Az biztos, hogy Tamásiban idén is megtesznek mindent annak érdekében, hogy a rendezvény térre látogatókat olyan hangulat fogadja, ami mindenkiből előcsalogatja az ünnepi érzést. A hit gyertyájának lángja ökumenikus áldást követően gyulladt fel a város óriási adventi koszorúján. Vasárnappal kezdetét vette az adventi időszak. A hetek, amik a szeretet ünnepére való készülődést jelentik. Tamásiban az előző évekhez hasonlóan idén is ünnepi díszbe öltözött a rendezvénytér, ami helyet biztosít az adventi vásárnak is. Ugyanabban a szisztémában fogjuk megrendezni az adventi programokat, ahogy az elmúlt években. Minden advent vasárnap délutántól nyit már az adventi vásár a rendezvénytéren. Kimondottan kézműves vásár. Erre nagyon figyelünk minden évben, hogy olyan helyi termékek, helyi és környékbeli termelőktől kerüljenek itt árusításra, amelyek valóban kézműves módszerrel, technikával készültek. Tehát minden vasárnap a kézműves vásár már adott a rendezvénytéren, és a színpadi programok 5 órától várják a látogatókat. Az elmúlt években Tamásiban megszokhatták azt az itt élők és a környékben élők, hogy 5 órától egy helyi amatőr közösség, 6 órától pedig egy profi fellépő mutatja be műsorát, koncertjét. Az idei évben ez advent utolsó hétvégéjére szorítkozik majd, amikor Henc Gábor Biga és Kontor Tamás, illetve Charlie fog fellépni, de az azt megelőző vasárnapokon is minden héten 5 órakor és 6 órakor is egy-egy fellépővel várjuk a látogatókat. A város legnagyobb, legsikeresebb, mondhatni emblematikus amatőr művészeti közösségei mutatkoznak be. Tamásiban a város rendezvény terén található adventi koszorú első gyertyájának lángja az ökumenikus áldásokat követően gyulladt fel. Az ünnephez köthető gondolatokkal készültek az egyházak képviselői a hit gyertyájának meggyújtása alkalmából. Adventtel kezdődik el az egyházi ünnepes fél év, amely tart egészen pünkösd ünnepkörig. Mától kezdve nagyon sok alkalmunk lesz arra, hogy Istenre, az ő igéjére figyelve ünnepelhessünk. Ezen a mai estén Vas Albert néhány sorát szeretném idézni, ami így hangzik. Küszöbön áll a nap, azaz egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. 365 nap közül 364 a gondjaidé, céljaidé, munkáidé, és a szereteté csupán egyetlen egy, annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el, ismeretlen olvasó, fordítva kellene lennie. 364 nap a szereteté, s egyetlen csak a többi dologé, s még annak is elég az estéje. Az adventi idő emlékeztet bennünket arra, hogy útkeresők vagyunk. És ahhoz, hogy útra találjunk, ahhoz nekünk fényre van szükségünk. Ha a nap beragyogja az utunkat, könnyű a dolgunk. Könnyen megláthatjuk az utat, és könnyen követhetjük azt. De valamikor csak egy csillag ragyog. És nekünk értenünk kell annak a csillagnak a fényét, amelyre rábízzuk magunkat. Az adventi programok mit sem érnek a karácsonyi dallamokon kívül, az illatok és ízek nélkül. Ebből sincs hiány a tamási adventi programok alkalmával. A nélkülözhetetlen kürtös kalács, a forró tea és a forralt bor is hozzájárul az adventi vásár hangulatához. A rendezvényteret a Szent Cecília katolikus zenekarnak köszönhetően ünnepi dallamok járták be.
Az igazi télies időjárás ellenére is megtelt a rendezvénytér kézműves ajándékokat vásárlókkal. A meleg italokat szorongatva beszélgettek a régi ismerősök, míg a Blumenkranz pedagógus kamara kórus is azon igyekezett, hogy megfelelő hangulatot teremtsenek ebben az ünnepi időszakban. Amíg erre az éjszakára várunk, addig hétről hétre újabb programok várják az érdeklődőket a tamási adventi vásárban, ahol legközelebb a katolikus általános iskola és a német nemzetiségi kórus gondoskodik majd az ünnepi dallamokról vasárnap. A tamási Aranyalma Waldorf iskola minden lehetőséget megragad annak érdekében, hogy az érdeklődők számára betekintést engedjen az intézményben folyó munkába. Ezúttal egy kézműves vásárral, vásári forgatagot idéző komédiával tették még érdekesebbé ezt a napot. Tamásiban az Aranyalma Waldorf iskola udvara megtelt kézművesekkel. Az intézmény nem első ízben ad teret a kézzel készített termékeknek. Ez a mártonnapi vásárunk egyrészt egy vásár, egy kézműves vásár, és mindemellett egy iskolanyitogató program is, amikor teljesen nyitott az iskolánk, lehet találkozni a tanárokkal, meg lehet nézni az iskola termeit, az osztályokat, tehát hogy gyakorlatilag aki már iskolaválasztás előtt áll, annak egy ilyen program lehetőség, hogy egy kicsit ilyen kötetlenebbül ismerkedhet az iskolával, az itt tanuló gyerekekkel, tanárokkal, úgyhogy ez egy ilyen nagyon, nagyon kis szabad és ilyen együttöltős idő gyakorlatilag, hogy így ismerkedjünk, és egy kicsit ilyen más szempontból is rálássunk egymásra. Minden évben úgy tervezzük, hogy van egy őszi vásárunk, és akkor egy tavaszi is, illetve most már ugye az adventi vásár is olyan, hogy oda is mindig visszatérünk, tehát hogy lehessen velünk találkozni, beszélgetni, és hát nem utolsó sorban a termékeinkkel is akár találkozni, a kézműves termékeinkkel. Minden évben nagyon nagy szerepet vállalnak ebben a szülők, egyrészt akár portékával, másrészt ennek az egésznek a szervezésével, vagy akár a büfének az ellátmányával, tehát nagyon sok finomsággal készülnek, mindenféle csodás ételeket készítenek. Másrészt pedig portékákat is készítenek, kézműves portékákat, akár a gyerekekkel együtt, és ezeket árusítják. És mindaz, amit el tudunk itt árusítani, az visszajön számunkra, az iskola számára, és a gyerekekre fordítjuk természetesen a befolyó adományokat és hozzájárulásokat. Az iskola falain belül is számos program várt a látogatókra. A büfé incsiklandó falatokat kínált kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A felnőtteknek jógaórával készültek a délelőtt folyamán, a terem meg is telt a szülőkkel, akik szerettek volna egy kicsit elvonulni a világ zajától és átmozgatni testüket. Amíg a felnőttek jógáztak vagy épp beszélgettek, addig a gyerekek elvonulhattak a játszósarokba, vagy kézműveskedhettek egy másik teremben. Én most szabadultam ki a büféből, mert eddig ott voltam, mint szülő, és sütöttem a palacsintát, és amikor kinéztem, így nagyon meglepődtem, hello Zelma, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, és nagyon sok új arcot látunk, aminek borzasztóan örülünk, hogy így jönnek és megnéznek minket. Az ötödikesek egy előadással színesítették a délelőtt programjait. Az elmúlt időszakban a János Vitézzel foglalkoztak, amit egy felvonásos vásári komédiaként láthattak az érdeklődők tőlük. Most már hetek óta gyakorolják ezt a darabot, és egy dráma előadásban most, mint egy ilyen vásári komédia így előadják, és nagyon, nagyon izgulnak, és nagyon várják már. De én úgy gondolom, hogy ebből még lesz több előadás is, mert hogy nagyon sokan vagyunk, és lehet, hogy nem is tudja mindenki megnézni. Az esemény idén is sok érdeklődőt vonzott a hűvös őszi időjárás ellenére is. A szülők örömmel készülnek az ilyen egész közösséget megmozgató rendezvényekre. A Tamási Aranyalma Waldorf iskolához mi tavaly csatlakoztunk, most az én fiam már másodikos, és maga a mártonnapi jótékonysági vásár is tavaly volt először. Számunkra ez minden évben egy olyan esemény, ahol mint szülők összetudunk kapcsolódni, és egyre több olyan külsős családot is meghívhatunk, akik még nem ismerik az iskolát, nem sok mindent tudnak a Waldorfról, és gyakorlatilag itt nem csak a
gyerekek, hanem mi felnőttek is kézműveskedünk, tehát készülünk erre az eseményre, a büfét megtöltjük mindenféle finomsággal, és a gyerekek pedig már előtte az első pár napban, hétben folyamatosan ötletelnek, hogy miket lehetne hozni erre a jótékonysági vására, illetve mindenki jelentkezhet, hogy mesét szeretne olvasni, vagy a játszó sarokba szeretne valami extrát beletenni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, mert nagyon jól építi a mi közösségünket, és így nagyobb híre is tud menni, tehát olyan külsős emberek, családok is betekintést nyerhetnek az iskolába, akik nem ismerik, hogy mi ez a Waldorf, milyen szellemiséget képvisel, és ez egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy a közösségünket bővíteni tudjuk. Szerintem azért jó ez a nap, mert hogy összegyűlhet egy csomó ember, és szerintem ez jó, hogy így jöhetnek családok, barátok, lehet ismerkedni, és ez szerintem nagyon jó. Neked mi a legnagyobb kedvenc itt a mai napban? Hát, ez nehéz kérdés, mert itt sok minden jó. Nagyon sok minden. A nap végén kijelenthetik, hogy idén is sikeresen zárult a Waldorfosok mártonnapi vására Tamásiban. Varsádon a település legifjabb lakóival telt meg a művelődési ház előtti tér, ahol a kicsi szorgos kezek azon munkálkodtak, hogy az arra járók is érezzék, itt az adventi időszak. A Covid alatt életre hívott kezdeményezésnek köszönhetően pedig még közel sincs kész a település karácsonyfája. Ünnepi díszbe öltözött a Varsádi Művelődési Ház udvara. A település legkisebbjei segítkeztek a színpad és a felajánlásból kapott fenyőfa feldíszítésében, ami még nem nyerte el teljes pompáját, ugyanis van egy kezdeményezés a településen, amelynek köszönhetően még a későbbiekben is kerül dekoráció a fára. Most már évek óta mindig magánszemélyek ajánlanak fel az udvart kinőtt nagy fenyőfákat, és az idén is így történt ez, amit nagyon szépen köszönünk. Többnyire a gyerekek által készített díszek, ugye korábbi években szerveztünk kézműves foglalkozásokat rá, illetve hát nagy gömbök, mint általában a fenyőfákon. A Covid idejében ugye nem rendezhettünk rendezvényeket, és akkor találtuk ki azt, hogy kis piros szívecskéket ajánlottunk föl, hogyha mindenki, valaki szeretne üzenni jó kívánságot karácsonyra, akkor egy szívecskét vihet tőlünk a hivatalból, vagy innen Gabitól a művelődési házból, és írhat rá jó kívánságokat, mi azt lelamináltuk, hogy ne ázzon el, és ezekkel díszítjük a fát. Ezt az idén is meghirdettük, úgyhogy még vannak szabad üres szívek, amikre lehet karácsonyi üzeneteket küldeni. A gyerekek arcán látszott, hogy örömet okoz számukra, hogy ők is hozzátehetnek ahhoz, hogy a karácsonyi hangulat megelevenedjen a közösségi tereken is. Ők nagyon vevők az ilyen alkalmakra, nagyon szeretnek jönni, én úgy gondolom, közösségben lenni, együtt játszani, együtt készülődni. Még a harmadik adventi hétvégén lesz egy program, ami már egy pár éve megint csak szertartás, ugyanis mi varsádiak is nevezni szoktunk a gyönki, mézes gyönk kiállításra. Az idei évben a katolikus templomunk került megformázásra. A korábbi években meg a többi középületeink, már volt az evangélikus templom is, a művelődési ház is, a községháza is. És amikor lebontják ezt a kiállítást, akkor visszakapjuk a mi alkotásunkat, és mi kapunk mellé egy pár kis mézes kalácsházat, és azt gyerekekkel közösen fogyasszuk el. Mi is meg tudunk jelenni, tehát meg tudjuk mutatni, hogy nálunk is vannak ügyeskező anyukák, akik tudnak ilyeneket alkotni. És úgy gondolom, hogy ez egy ilyen kistérségi összefogás is innentől kezdve, tehát egy helyen a gyönk és környéke települései meg tudnak jelenni. Miután minden dísz felkerült az udvari dekorációkra, a művelődési házban folytatódott a program, ahol az ünnepi hangolódást a Csobogó Együttes segítette, akik költők megzenésített verseivel érkeztek a varsádiakhoz. És mikor a nap lemenne, a hóbőkre betemetne. A hó ugyancsak dalformájában jelent meg Varsádon is, de a közösség formáló rendezvény így is jó hangulatban telt. Az ország 300 leghátrányosabb helyzetű településének egyike Fürged, ahol a közmunka program mellett a 2014-ben pályázati forrásból megvalósított Varroda biztosít csak munkalehetőséget. Fürged önkormányzata igyekszik minden pályázati forrás megragadni a fejlődés érdekében, a helyiekről pedig nem feledkezik meg az önkormányzat az ünnepek közelettével. Fürged a hátrányos helyzetű települések közé tartozik. A faluban jelenleg 700 fő lakik.
Az önkormányzat számára fontos az itt élők életminőségének javítása, a közösségi élet fejlesztése. Minden pályázati forrást megragadnak, amivel akár munkahelyet teremthetnek, akár a település gyarapodását segíthetik elő. Mi bent vagyunk az ország 300 leghátrányosabb települése között. A Máltai Szeretett Szolgálat egy uniós pályázaton keresztül fog majd is tápolni bennünket, de én azt mondom, hogy ha nincs igazi munkahelyteremtés a településeken, onnantól megette fene az egészet. És például a Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség tavaly kitalált egy mintaprogramot Fürgedre, Párira és Keszőhidegkútra, ugyanis mi kimaradtunk a vezetékes gázból, és hát szépen kint voltak, fölmérte bennünket, beszélgettünk a szociális csapattal, a szakmai csapattal. Egyenlőre úgy tűnik, ez a mintaprojekt nem valósul meg. A település életében fontos lenne a munkahelyteremtés. Egy támopos munkahelyteremtő program keretein valósult meg a Varroda még 2014-ben, amely azóta is sokaknak ad munkát. A Varrodánk az hál' Istennek működik, két vállalkozó vette ki, a táskagyártó rész is működik az elsődleges munkaerőpiacon, illetve a munkásról a varrás is egy siófoki vállalkozó működteti. Tehát volt értelme annak ide, hogy belevágtunk ebbe a varrodás dologba, csak hát kéne még más szegmens is, ami igazából felszippantaná munkanélkülieket. Beadtam egy pályázatot az iskola épületre, a TOB-ba, ez a rehabos foglalkoztatásra lenne, valami oknál fogva nem érte az a pontszámot, ami miatt ezt meg lehetne valósítani. 30 rehabosra tudtunk volna foglalkoztatni, de hát itt nem csak a rehabosokkal kéne igazából foglalkoznunk, hanem azokkal, akik most még közmunkásként dolgoznak az önkormányzatnál, és az a pénz, amit kapnak, az éhe halástól menti, csak meg őket semmi másra nem alkalmas. Most elég kevés, amely folyamatosan azért látszik, hogy a kormány behúzza a nadrágszíjat, és most úgy emlékszem, hogy 20 fő vagy 21 fő lesz a mezőgazdaságban, és 6 fő lesz a szociális programban, illetve van még olyan, hogy hosszú közfoglalkoztatás, ott azt hiszem 10-15 személyt szoktunk igénybe venni. Sajnos itt a helyi lehetőségek nem adottak ahhoz, hogyha bármivéle kis üzem, vagy bármilyen jellegű munkahelyteremtés nem történik, akkor ez a falu halálát fogja jelenteni. Fürged az Ozodai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik, amely mindegy 10 fős hivatali összlétszámmal működik. A települések már a közem sem ápolnak jó kapcsolatot a jegyző személye miatt. Közös önkormányzati hivatal azt jelenti, hogy valamikor régen voltak a körjegyzőségek, amit az önkormányzatok alakíthattak, az egymással határos települések hozhatták létre, és amikor ezt 13-ban alkották ezt a jogszabályt, akkor ugye nekünk kézenfekvő volt Ozarával, a Sarancné Györgyivel, hogy akkor folytatjuk tovább ebben a formában. És igazából olyan nagy változtatás nem okozott, mert előtte is korrekt volt a viszonyunk a Györgyi idejében, Sarancné Györgyi idejében, és igazából egészen az ő távozásaig ez nagyon jól működött, és amikor a Nagy Istvánét megválasztották 5 évre polgármesternek, az első időszakban ugyanaz folytatódott tovább. Jegyző a törvény kinyújtott karja, ő a törvényességet képviseli a településen, innentől kezdve ugye a jegyző személye egy döntő meghatározó, tehát igazából a polgármester kezébe adta a munkáltatói jogot a jegyzőnek. Tehát ebből fakad az a probléma, gond, ami jelen esetben nálunk is kialakult, hogy a nagyobb település szavazatarányosan eldöntheti a jegyzőnek a személyét és egyéb ilyen főbb munkáltatói jogokat, ami a másik település számára korán sem öröm. Nem árulok el titkot, hogy törvényjavaslat módosítást kezdeményeztem az MÖTV ez irányú paragrafusai alapján, és hát visszaküldték, hogy mivel a nagyobb településnek van joga eldönteni, igazából egy dolgot tehetünk, hogy kompromisszumot kell kötni. De hát én már annyi kompromisszumot kötöttem, hogyha a másik fél, a nagyobb fél nem hajlandó kompromisszumra, onnantól kezdve ez a dolog semmit nem ér. Mivel ez személyhez kötött, mióta a Kati szerintem jogsértő módon kinevezte a Pusztebeát, tehát jegyzőnek, onnantól kezdve a település hát nagyon megérzi ennek a hátrányát. Egyrészt szakmailag, másrészt emberek is alkalmatlan a feladat ellátására. Én ezt a Katinak elmondtam, hogy ha ő úgy állt volna hozzá a dologhoz, hogy valóban kompromisszumot kell kötni, akkor ez az állapot most nem állna fönn. Én igyekszem, hogy ezt valamiképpen el tudjuk távolítani a lakosságtól, de vannak természetesen olyan dolgok, amikre nincs hatás a polgármesternek. Azért nálunk a pályázatok is viszonylag jól mennek, vannak pályázataim, bár most az unióval való vita kapcsán, ugye ezek azért lelassultak, meg megálltak, tehát bízom abban, hogy ez a dolog, ha rendeződik, akkor a település élete visszatér a normális kerékvágásba. Rengeteg pályázatot beadtunk a toppos pályázatokban megyéhez, talán legtöbbet Fürgedet
adta be a jelen pályázatokat. Meg hát mindenhol próbálkozunk, csak amikor az embernek a idejének egy részét elveszi a fölösleges háborúskodás a másik településsel, azért az nyomot hagy a település életébe is igazából. Mint az országban mindenütt, a hátrányos helyzetű település életét is nehezíti az energiaválság okozta helyzet. Mi is úgy döntöttünk nagyon sok más településhez hasonlóan, hogy hát egy közvilágítás korlátozást vezetünk be, nevezetesen éjféltől 4 óráig nem lenne közvilágítás. Elküldtük a határozatot az EU-nak, éppen tegnap beszéltem egy ügyintéző az EU-nál, és akkor közöltem, hogy hát mikor szíveskednek már meghozni ezt a döntést, hogy akkor lekorlátozzák a világítást, mi kell még ahhoz, hogy a dolog megvalósuljon. Hát őnekik értem az álláspontjukat, mert plusz pénz jelent, hogyha többet fizetünk, de hát egy ilyen kis településnek azért az létfontosság, hogy mekkora árampénzeket fizet egyébként a szolgáltató felé. A nem mindennapi helyzet ellenére is törekszik Fürged önkormányzata, hogy a közelgő ünnepet szebbé tudják tenni a helyiek számára. Már kiküldtük az értesítést a lakosok, egyrészt szociális tűzifát osztunk egyébként a rászorultaknak, illetőleg 15 000 forintos vásárlási utalványt fogunk adni. Szerintem minden család érintette be a településen. Fürgede mindent megtesznek annak érdekében, hogy egy élhető település maradhasson. Ez a kis falu. Sokszor nem is tudjuk, milyen kincseket rejt a környezetünk. Ez bizony igaz Mucsira is, mert mint kiderült, kevesen tudják, hogy egy világszerte egyedülálló erekét rejt a nem egészen 600 lelket számláló falucska temploma. 1833-ban került a templom üvegfülkéjébe annak a viasszal bevont romai katonának a csontváza, amelyet 12. Leó pápa adományozott az aponyi család egyik tagjának. A Mucsiban található Szent István király római katolikus templom 1783-ban épült fel, részben a török rombolás után megmaradt ősi templom anyagából. A templom érdekessége a főoltár alatti üvegfülke, amelyben egy világszerte egyedülálló erekje látható napjainkban is, a keresztény vértanú Valerius Felicianus viasszal bevont csontváza. Egy római katona, aki hát úgy került ide, hogy Apany Antal második. Rómában, Vatikánban járva 1820 és 26 között, mivel ő nagykövet volt Vatikánban, a 12. Leó pápa ajándékozta ezt a római katonát. Az erekét második Aponyi Antal 1833-ban hozatta mai őrzési helyére a Mucsi templomba. Ebben látszik meg, hogy mennyire fontos volt, milyen barátság kötődött, vagy köttetett a Vatikánba, tehát a úgymond a követ és a pápa között. És hát én azt hiszem, hogy ezért ilyen híres a Mucsi templom. De ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy ez a templom 1782 és 83 között épült fel, és ezt az édesapja építette, gróf Apany Antal. Nem is ide készült volna ez a szobor, vagyis inkább azt mondani, ez a katona, a római katona, hanem a lengyeli templomba. A hírek szerint azért, mert hát ugye ott van a székhelye az apani grófnak, és hát az lett volna, hogy oda kerül, de mivel olyan kicsi volt az oltár, hogy oda nem fért el, ezért idehozták. De itt is, amikor 1833-ban idehozták ebbe a templomba, akkor tudnunk kell, hogy nem itt volt a helye, hanem itt a Mária oltárnál. Utána alakították ki ezt a helyet, attól most már megtalálhatjuk a főoltár alatt. A Mucsi templomot és különleges erekjéjét kevesen ismerik. Nem alakult ki ennek a katonának a kultuszait Magyarországon,
nagyon kevesen tudják ezt, hogy itt megtalálható a Mucsi templomban. A csontokat elhozták egy külön koporsóba, és úgy lett utána beöltöztetve viaszba természetesen. A római díszes katonaruhát viselő vértanú erekjéjét és a gyönyörű templomot bárki megtekintheti egyeztetés után. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!